Február 16-án került megrendezésre, immáron 5. alkalommal a Titán Klub, ahol olyan fiatalokat szólítanak meg, akik méltán büszke lehet Kalocsa városa, illetve a kortársaik is példaképnek tarthatják őket. Az előadás a Kalocsai Tomori Pálvárosi Könyvtárában zajlott, ahová ifjú tehetségekként dr. Grabarics István gyógyszerész és Komjáti Péter hegedűszakos egyetemi hallgató mutatkozott be. A szakmát szüleimtől, édesapám apai ágon, ő volt az első gyógyszerész, az anyai ágon én már negyedik generációs gyógyszerész vagyok. De itt nagyapám, nagyapám, nagyapámnak a bátya, ők szentesiek voltak, szentesen volt gyógyszertáruk, majd nagyszüleim, anyai nagyszüleim is gyógyszerészek voltak. A családi támogatás tehát innen indult, és a szakma szeretetét is szüleitől, nagyszüleitől kapta. Elmondása szerint nagy mérföldkövei voltak életének és szakmájának a szegedi évek, boldogan és büszkén emlékezik vissza iskoláira, tanáraira, kiknek tanulmányi évei alatt és után is sokat köszön. A tanulmányom majd a Kalocsai Belevárosi Iskolában kezdtem, az általános iskolát, gimnáziumot itt végeztem a Szent István Gimnáziumban, majd az a Szegeden ö, végeztem a, a gyógyszerész tudományi kart, és ott ö, csináltam meg a gyógyszerészi szakvizsgálmot is. Dr. Grabarics István beszélt arról, hogy ezt a szakmát úgy érdemes igazán elkezdeni, ha hivatásként tekintünk rá, mely egy életen át végigkíséri az embert. Ezt a szép szivatást úgy kell elkezdeni, hogy már el, előtte fel kell készülni arra, a mind a rengeteg-rengeteg kémiai ö, tantárgyal, és ö, azon kívül élettani, korélettani tanulmányokkal, hogy az emberek elkötelezett és gyógyítását, amit a az eskünkben is megtettünk, és megfogadtuk, hogy mind a megelőzésben, a gyógyításban részt veszünk. Az előadáson családjáról és szakmai pályafutásáról mesélt hosszabban, ahogy a szintén meghívott, Komjáti Péter is bemutatkozott, akinek a hegedű, mondhatni teljesen véletlenül került a kezébe. A következő Titán Klub márciusban kerül megrendezésre, ahol vicai Endre látszerészt és Tamás Endrét, a Karamel Kft. ügyvezetőjét ismerhetjük meg.